A Magyar Speciális Mozgókép Egyesület együttműködésben a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesülettel számos nagydíjat, különdíjat és oklevelet osztott ki az idén negyedik alkalommal megrendezett speciális független filmszemlén, ahol 84 alkotást mutattak be. A szemle nagydíját osztott helyen két film kapta, az Ég és Föld között, melynek alkotói Porga Krisztián, Ertl Tibor és a csodafedezett vitéz Halasi Olivér, Cinke Gyula, Cenc József, Dr. Kis Gergely, a Green Screen Production Kft. Filmje. A szemle nagydíjai a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság felajánlása alapján 250-250 ezer forint támogatásban részesültek az alkotók. Aki eddig még nem találkozott a sérült emberek világával, joggal kérdezheti, mi is az a speciális filmezés. A fogyatékos emberek életében fontos szerepet tölt be a különböző művészetekkel való önkifejezés, lehetőségeik sérültségükből adódó beszűkülése miatt. Az utóbbi évtizedekben ezeket az embereket sok esetben speciális művészeknek, alkotói tevékenységeiket speciális művészeteknek nevezik. Ugyanebből az okfejtésből ered a speciális filmes elnevezés is. Az értelmi fogyatékos emberek kintről nézve zárt világban élnek, viszont ha mindezt bentről szemléljük, úgy néz ki, mint a kintről nem lennének kíváncsiak a bent lakókra. A speciális filmezés egyik nagy érdeme, hogy mára a sérült emberek a szó szoros értelmében is saját kezükbe vették azt az eszközt, amellyel lebontani kívánják ezt a furcsán kétoldalú falat. Ez az eszköz pedig a kamera. Mindez azt bizonyítja, hogy meg akarják mutatni magukat, gondolataikat, nehézségeiket, örömüket és életüket. Láttam a filmszemle teljes mezőnyét. Láttam nagyon nehéz sorsokat, nagyon mély pontokat. És mégis az, és az jellemzi az idei filmszemlét, az a kedvesség, az a vidámság, az az életbe való hit, az a sok-sok pozitívum, amely a legtöbb filmnek a lényegét alkotta, hogy mindig van értelme felállni, mindig van értelme tovább menni, és van értelme magunkba és más emberekbe hinni. A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület elnöksége nevében is köszöntöm Önöket, és örülök, hogy ennyien megtisztelik a filmszemle díjátadóját. Az Egyesületünk jelmondata, mindenki által ismert jelmondat, hogy a művészet mindenkié, és ennek szellemében szervezzük rendezvényeinket, köztük a Magyar Speciális Mozgókép Egyesülettel közösen immár negyedik éve ezt a filmszemlét, a speciális filmszemlét. Az első filmszemle alkalmával mondta valaki, hogy nagyon ritka az, hogy két egyesület, amely ugyanazon területen tevékenykedik, nem egymás konkurenciájaként működik, hanem egymásnak válnak vetve dolgozik, többek között ezért a rendezvényért, de valójában a sérült alkotókért, a tagságunkért. Tesszük ezt pontosan azért, mert a tagságunk ezt kívánja. Az a nagy kérdés, hogy vajon mi ebben a speciális? Gondoljunk csak a Rain Man-re, gondoljunk csak a Virágot Algernonnak Charlie-ára, vagy gondoljunk a Szálakakuk fészkére, McMurphy-ére. Vajon ők azok, akik speciálisak, vagy pedig a világ lett egy kicsit fogyatékos? Ez a nagy kérdés mindig. Amit én itt láttam, és amit az elkészült filmekből láttam, az az érzésem, hogy ugyanúgy ott sorakoznak a magyar film történetében, és a magyar film kultúráját gyarapítják, ahogy gyarapítja Nemes Jeles László, az Oscar-díjas filmrendező, vagy Szabó István, a másik Oscar-díjas filmrendezőnk, hiszen ezek is mozgóképek, ezek is filmek. Örülök, hogy itt lehetek, és büszke vagyok arra, hogy a Film Alap támogatta ezt az eseményt. Thank you.
második éve vagyok itt, tavaly együtt jöttünk Kolarik Tamással, és jól látni azt, hogy alakul, fejlődik évről évre. Tehát többen vannak, több filmet lehet nézni, több az alkotóknak a száma, és úgy látom, hogy a terem is egy kicsit, mint a nagyobb lett volna tavalyhoz képest. Tehát jó látni azt, hogy itt egy evolúcióval találkozunk, és a médiatanács minden egyes filmszemlénél és filmfesztiválnál azt érzi, hogy kötelessége, hogy támogassa azokat. Nem csak Magyarországon, külföldön is, Hiroshima-ban, Ansi-ban, nagy animációs fesztiválokon is hozzájárult ahhoz, hogy ezek a fesztiválok méltóképpen ünnepeljék meg a résztvevők és a magyar filmnek a jelenlétét. És ilyenkor, amikor egy speciális és független filmszemlén itt állok a mikrofonnál, és át fogom majd adni a díjakat azoknak, akik megnyerték ezeket a díjakat. Nagyon örülök annak, hogy ebben is részt tud venni a médiatanács. Mindenképpen nagyon fontos számunkra a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, hogy lakóink, intézményeink részt tudnak venni ezen a rendezvényen, és hogy pályázatokkal, filmekkel tudnak készülni. Engedjék meg, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója, Benedek István Zsolt nevében én köszöntsem ma Önöket. Szeretném megköszönni a szervezőknek, a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület és a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület munkatársainak és művészeinek, hogy lehetőséget biztosítanak a sérült emberek számára, hogy megmutathassák a tehetségüket. Gratulálok az összes alkotónak, akik kinyitották előttünk a belső világukba vezető ajtót. Nagy örömömre szolgál, hogy több alkotást is a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő intézmények lakói készítettek. Hogy milyen volt a mi munkánk, és hogy milyenek voltak a filmek arról, azt gondolom, hogy röviden, ha kellene értékelnem, hát ez a verseny, ez nem egy élet-halál harc, ezt tudomásul kell venni. Ez sokkal több annál. Ugyanis itt olyan mérhetetlen erővel jelenik meg a teremtettségre való ráébredése az alkotóknak, amely egyébként azt jelenti, hogy ha valaki a teremtettségre ráébred, akkor nagyon könnyen csacska, buta vágyakról tud lemondani. Szóval mi még nem tartunk ott, ahol azok az alkotók, akiknek a filmeit láttuk, már eljutottak életükben. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy próbálják ki, hogy a falakon túl, ott belül mekkora szeretet van, mert annak a mértéke óriási nagy. A filmekben lehet érezni ennek az ellentettét is, tehát amikor az ember ránéz a hőmérőre és azt mondja, hogy te úristen, milyen hideget mutat, az éppenséggel a meleg hiányát is mutatja ám nekünk, tehát valahol a filmekben ezt lehetett érezni, ennek a szeretetnek a jelenlétét, és jó volt azt éreznem a zsűri munkája közben, hogy amikor a kritikai megjelenések mellett néha észbe kaptunk, és a dicséret is elhangzott, tehát a kritika megmutatta a dicséret hiányát, és azonnal a zsűri tagjai mindjárt elővettek néhány pozitív gondolatot is. Ez azért fontos, mert amikor az ember belenéz az alkotók szemébe, ott ültek a mentorok mellettük az értékelés során, akkor szinte onnan tükröződött vissza a film és a vágy, hogy na mondjanak valamit az én filmemről. Mert nagyon fontos ez a visszajelzés. Nagyon fontos az, hogy ez a narratíva, ez kísérje őket vissza oda, ahonnan jöttek, és már holnap elkezdődik egy új forgatókönyv megfogalmazása. Fantasztikus dolog volt mindezt megélnem. Gábor mellett az 5 évet azt majdnem végighúztam,
és tudom, hogy milyen körülmények között indult el ez a történet, és ez megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy egy kis magyar csoda. 10 évbe kezdtük el ezt az utat, ezt a speciális filmes utat. Annak idején nyugati határszélen, Zsirajótonban kezdtük el egy filmszemmel formájában, és abból nőtt ki, majd aztán 2014-ben egy civil szervezetet alapítottunk, és hát azóta egyre bővül a tevékenységünk, nagyon sok állandó rendezvényünk van most már az ország különböző pontjain. És itt, aminek nagyon örülünk, hogy az Ötvös Tíz Közösségi és Kulturális Szintirat helyett most már 1. éve ennek a rendezvénynek, nagyon profi körülmények között, méltó körülmények között tudjuk lebonyolítani évről évre ezt a rendezvényt, amit ezúttal is köszönünk nekik. A speciális filmezésnek az alapvetése, hogy sérült emberek, értelmi fogyatékkal élő, pszichiátriai szenvedélybeteg alkotók maguk készítettek filmeket. Ezeket ugye az jellemzi, ezeket az alkotásokat, hogy többnyire saját életükből készítenek filmeket. Olykor még a nehéz helyzet ellenére is vidám filmeket készítenek. És az elmúlt években viszont megfigyelhetővé vált az, hogy ahhoz, hogy megjelentek mellettünk másfajta fogyatékkal élő társadalmi rétegek is. Évek óta küzdöttem azért, hogy az eseménynek a szervezettsége, a hátsó szervezettsége jól megtervezett legyen, és borzasztó büszke vagyok arra, hogy a 4. évre ez sikerült. Tehát egy kitűnő munkacsoport állt össze, sikerült külső segítőket is találni hozzá, és hát ugye a házat azt pedig nem kell bemutatni, mert ez a ház, hát ez egy, szerintem egy csoda. Biztos más színházak is fantasztikusan jól dolgoznak, vagy más ilyen kultúrterek, de az Ötvös Tíz az persze nekem szívem közepe. Minden kis szögletét ismerem már, és idén előre tartottunk egy esetmegbeszélőt, vagy nem is tudom, hogy mondjam, eseménymegbeszélőt, és írtunk egy nagyon jó forgatókönyvet, amiben már utána minden nagyon könnyű volt bele tenni, ami utólag adódott. És ezt sikerült most betartani, úgyhogy ez nagyon-nagyon jól sikerült szerintem. Homjádi Béla tanítványai mérkőzést játszanak. Halasiéknak egyszerűen nincs ellenfele a világon. Potyognak a gólok. A Csodafedezet, Fitész Halas Olivier című dokumentumfilm. Ugye itt elsősorban a filmes aspektusból engem maga a Halasi karaktere az, ami nagyon megfogott. Ugye az, hogy labdarúgónak készült, és 10 éves korában ugye egy ilyen villamos baleset következtében ugye elvesztette a bal lábszárát, viszont ugye ő azt mondta, hogy hát nem adja fel, hanem azért is megmutatja a világnak, és úszás rehabilitációként elkezdte ugye az egyesületben szerezni az érmeket, hosszú távú úszóként, és később ebben Komjádi Béla is felfigyelt a tehetségére, bekerült a vízilabda csapatba, és hát ugye a filmben is próbáltuk bemutatni, úgymond a vízilabda válogatottban betöltött szerepét ugye a hátrányos helyzete mellett. A fiataloknak, vagy akár ugye a felnőtt lakosságnak nem úgy nincsenek példaképei, eléggé pessimisták, depressziósak, nincsenek céljaik, és ugye a filmünkkel ezt is szeretnénk úgymond akár elősegíteni, illetve arra ösztökélni az embereket, hogy igenis ne adják fel, menjenek előre, és kemény küzdelem útján is, de érjék el céljaikat. Ami szerintem nagyon fontos, és ennek a filmszemlének nagyon fontos mondani valója, látva az egész mezőnyt, hogy a legnehezebb sorsú emberek néha olyan mély pontokról is fel tudnak állni sikeresen, hogy ez szerintem a társadalom számára is adhat egyfajta erőt, egyfajta példát, példamutatást, mert az összes legtöbb filmnek a vége mindazzal végződött egy nagyon erős ilyen életigelléssel, vidámsággal és egy jó kedéllyel tudták megélni ezeket a helyzeteket azok az emberek, akik érintettek voltak. We'll be right back.
Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták itt a Hatos csatornán. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. Legközelebb egy hét múlva a szokott időben ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra!